imádtam mindig olvasni gyerekkoromtól kezdve, és azt szerettem volna, hogy ha majd a gyerekek kicsit nagyobbak, akkor nyitok egy gyerekkönyvesboltot. Nekiindultunk talán akkor, amikor csak két kisgyerek volt, és akkor valahogy nem mertem belelépni, belevágni. És hát 5 éve alakult ez a, vagy jött ez a lehetőség, amikor a Pagonnal együtt úgy gondoltuk, hogy akkor itt megnyitjuk az első vidéki franchise boltot. Fontos volt, hogy egy kultúrteret kialakítsunk, és szerettünk volna egy olyan törzsvásárlói réteget megszólítani, kialakítani, akik aztán folyamatosan járnak vissza hozzá, nem csak vásárolni, hanem a programokra is, mert hogy rengeteg programot tartunk, író-olvasó találkozókat, workshopokat, táborokat, Mikulás ünnepeket, adventi készülődés délutánokat. Tehát ez fontos számunkra, hogy ne csak eladjunk, hanem azon túl értéket is teremtsünk. Amikor a Pagonyt terveztük, akkor már akkor azt gondoltuk, hogy jó lenne mellé egy felnőtt kultúrtér, egy pékség kávézó, ugyanúgy kultúrtér, csak akkor nem volt rá lehetőség. Így az évek alatt dolgoztunk ezen, és most jött el az ideje annak, hogy ezt meg tudtuk nyitni, ősszelén a Már Vártalak nevű pékség kávézó, ahol ugyanúgy szeretnénk felnőtt író-olvasó találkozókat, kultúresteket, szobakoncerteket, felnőtt workshopokat, mint hogy a Pagony, már csak ott a felnőttek számára. Sok emberi munkát teszünk bele abba a kenyérbe, ezért kézműves pékség. Például a kovászos könyvünk 3 napig készülnek. Tehát, hogy itt nem gyorsítunk semmit, nincs benne adalék, mesterséges színezék, semmilyen gyorsító folyamatot nem gerjesztünk, hanem ahogy a magában él a kovász, úgy készül a kenyér. Van 4 gyermekünk, egy 20, egy 18, egy 12 és egy 9 éves, úgyhogy már nagyok, együtt nőttek fel a boltán, meg most már a pékséggel. A nagyok sokat segítenek nekünk már, úgyhogy rájuk mindig lehet számítani. Dolgoznak mind itt a táborokban, mind a pékségben is. A picik meg még csak élvezik a kakaós csigát, de igen, hát ez a legnehezebb szerintem összehozni egyébként a munkát meg a családot, hogy mindenhol helytálljon az ember. Konok vagyok és kitartó, és amikor elkeseredem, akkor kicsit nyalogatom a sebeimet, aztán megrázom magam és megyek tovább, mert nem igaz, hogy nem sikerül. Most nincs sok idő így magamra, de hát most ez normális, mert az ember elindít egy ilyen új vállalkozást, akkor minden erőt és energiát oda kell tenni. Egyébként az ad energiát, hogy mindenki boldog ettől. Tehát a családom büszke rám, az emberek szeretnek idejönni, szeretnek oda menni, szeretik a termékeinket, szeretnek minket, és ez erőt ad ahhoz, hogy minden nap fölkelj az ember és menjen tovább, még akkor is, ha éppen nehéz.